Nem riasztásképpen, de eddig 4 haltak meg hazánkban influenza miatt, ezért is még mindig a védőoltást javasolják az orvosok a gyors lefolyású betegség elkerülésére. A veszélyeztetett korcsoportok és foglalkozást űzők ingyen, mások TB támogatás mellett nem több mint 2000 forintért a gyógyszertárakban hozzájuthatnak a vakcinákhoz. Hazánkban 1,3 millió adag, 3 komponensű vakcina áll rendelkezésre a kockázati csoportba tartozóknak. A házi orvosi szolgálatok jelzése alapján a rendelőkben egyre több a beteg, óvintézkedésekre pedig a kórházakban is sor került. A József András Oktató Kórházban múlt hét óta a szülészeti nőgyógyászati osztályon látogatási tilalom van, de a gyermekosztályon is nagy a betegforgalom. Most azt tapasztaljuk, hogy a fiatalabbak körében a múlt héten jelentek meg az influenza gyanús esetek, korábban a felnőttek voltak inkább érintettek, és nyilván ez maga után vonja még a további heteket, hiszen a gyermeket ápoló felnőttek is fertőződhetnek, különösen a fiatal felnőttek, mert az ő számuk, vagy ők a legfogékonyabbak. Hazánkban az A vírus miatt van járvány, a B vírus inkább lokális megbetegedéseket okoz. A gyakorlat azt mutatja, hogy a kisgyermekek fertőződnek meg leghamarabb, ezért a legfontosabb, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, közösségeket. Nem véletlen, hogy az iskolákban is több csoportban nagy létszámban hiányzanak betegség miatt. Ha a gyerek lázas, tartósan náthás vagy köhög, inkább ne vigyék közösségbe. A tünetekkel pedig, mint magas láz, hidegrázás, köhögés, torokfájdalom, izomfájdalom, azonnal orvoshoz kell menni.